április 14-e a Könyvtárosok Világnapja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak és könyvtárosok nyújtotta értékekre, ezért Nyíregyházán két díjat is átadnak ilyenkor. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtári kultúrájáért díjat a Pusztadobosi Községi Könyvtár vezetője vehette át, aki 10 éve dolgozik a könyvtárban és nagy megtiszteltetésnek érzi ezt a díjat. 2015-ben végeztem a segédkönyvtári képzést itt a megyei könyvtárba. Hát nagyon sok rendezvényt szervezünk a gyerekeknek, tehát legtöbb olvasó számot a gyerekek jelentenek, mert a könyvtár az iskola épületében van, ez is nagyon szerencsés dolog, és így nagyon sokat tartózkodnak a könyvtárba a programunkon. Hát nagyon sok programot szervezünk, ahogy mondtam, íróolvasó találkozásokat, kézműves foglalkozásokat, irodalmi sétákat, papírszínházos mesefoglalkozásokat, könyvtármozi és mesevezítések vannak számukra szervezve. Hát még nagyon sok minden, persze a játék és a kötetlen beszélgetés, valamint a zülelés meg soha nem hiányozhat. A másik elismerés, amelyet átadtak, a Csendes János életműdíj. Ez az aktív könyvtárosi tevékenységet befejező, illetve a már korábban nyugdíjba vonult munkatárs több évtizedes eredménye szakmai tevékenységének, életpályájának elismerésére adományozható. Idén ezt már Földi István vehette át, aki a médiatár vezetőjeként volt a könyvtár mindennapjainak része. Itt a könyvtárnál ugye azt gondoltuk, hogy a könyvtáros szakma olyan, ami azért egy örök dolog, de hát azt is tudomásul kell venni, hogy nagyon sok kihívással kell szembenézni a könyvtáraknak is, hiszen megjelent az internet, az e-book, a YouTube, és hát legutóbb a ChatGPT, tehát számtalan olyan kihívás, amire azért nem voltak a könyvtárak és a könyvtárosok felkészülve, és 2018-ban elindult egy olyan program, amiben engem is hívtak, az Én Könyvtáram projekt, amin keresztül próbáltuk meghatározni 15-20 évre a könyvtárak lehetséges jövőjét. Én azt mondtam kicsit szkeptikusan, hogy elég, ha 5 évre meg tudjuk mondani, hogy mi legyen a könyvtárokkal. Ennek keretén például a mi médiatárunk is jelentősen megújult. Elsősorban olyan új szolgáltatásokat vezettünk be, aminek nem elsősorban az olvasóvá nevelés volt a célja, hanem az, hogy bejöjjenek a fiatalok, mert hogy őszinte legyek, azért azt mi is tudjuk, hogy egyre inkább fogynak a fiatalok a könyvtárból, és ha már bejöttek a könyvtárba, akkor lehet szó arról, hogy olvasóvá neveljük őket. A Könyvtárosok Világnapján szakmai konferenciákat is szerveznek. A Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban ünnepi közgyűlést tartottak. Ez 2008 óta minden évben már hagyomány ilyenkor, és ehhez kapcsolódóan mindig szervezünk egy szakmai napot. Most a Trendek, kihívások a könyvtár szakmában címmel tartjuk meg a szakmai napunkat, és a debreceni, illetve a szolnoki megyei könyvtárból hívtunk kollégákat, hogy átadják a tapasztalataikat ezzel kapcsolatban. Debrecenből a diafilm kölcsönzéssel, Szolnokról pedig a társasjáték kölcsönzéssel kapcsolatos trendeket, tapasztalatokat szeretnénk meghallgatni. Májustól a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban is elérhető lesz ez a két szolgáltatás. Más vármegyei hatókörű könyvtáraknál azt tapasztalták, hogy nagy igény van az ilyenekre, így Nyíregyházán is megpróbálnak ezzel új könyvtárlátogatókat bevonzani.